Amióta az eszemet tudom, azóta a bor közelében élek. Vagyis, hogy számomra mindig természetes volt az, hogy bor az van, de kisgyerekkorom óta. És ennél fogva mindig sokat gondolkodtam arról, hogy miért van, mitől van, minek van, kinek van, mitől lesz jó, mitől lesz adott esetben rosszabb. És nyilván ez egy nagyon sokdimenziós dolog, de hogy talán a legfontosabb az az ember benne. És ezt azért kell így félig meddig beismerve mondani, mert sokszor elfeledkezünk erről. Tehát beszélünk technológiáról, beszélünk szőlőfajtákról, beszélünk termőhelyekről, ugye én főleg termőhelyekről szoktam beszélni, és sokszor vagy azért, mert annyira adottnak veszük, vagy azért, mert el is feledkezünk róla, az emberről nem beszélünk. És a borász, a szőlész és a borász személyisége a magyar boroknál pedig különösen fontos, hiszen nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy sikk arról beszélni már lassan évtizedek óta a borfogyasztóknak, hogy borász barátai vannak. Olyan borász barátai, akiknek a borát kedveli, akinek a borát szereti, és bizony a fogyasztók nagyon sok esetben ezekhez a borász barátokhoz, a személyiségükhöz kapcsolják a boraiknak a minőségét, és a borásznak a személyisége ilyen módon nagyon nagy szerepet kap abban, hogy mit gondol a fogyasztó a borról. Számomra ez a koncepció a borász személyiségének középpontba helyezésével azt is jól tükrözi, hogy ezeknek az egyéniségeknek a közössége teheti a nagyon jó adottságú magyar termőhelyeket igazi terroárokká.